A 60-as években a CIA elkezdett dolgozni az Operation Acoustic Kitty elnevezésű műveleten. A művelet lényege volt, hogy macskákra szereltek fel különböző kémkedésre alkalmas eszközöket. Füleibe mikrofon került, a koponya alsó részébe egy jeladó, a bundája pedig antennát fedett. A felszerelés meglehetősen rövid üzemidővel rendelkezett. A terv szerint a macska titkos beszélgetéseket tudott volna lehallgatni a megfigyelt személyek közelébe férkőzve. Viktor Marchetti, a központi hírszerzés egykori tisztjének elmondása szerint a projekt közel 20 millió dollárba került, ami végül kidobott pénz lett. Már az első teszt kudarc volt, hiszen a parkban elengedett macska ahelyett, hogy a célszemélyek közelében maradt volna, kiszaladt egy taxi elé. A macska önfejű természete és a magas kockázat miatt végül 1967-ben törölték a projektet. A történet 2001-ben került nyilvánosságra.